már a jó kis kaját magunknak. Tészta natur csirkével, zöldségkörettel. Ez lesz a mai napi menü. Minusz 500, hát ezt tudtam. Hogy éreztem én ezt? Mix-spélen. Ne figyelte, lemegy a hajam. Lesz itt olyan csipősség. Szerintem az egyik legfontosabb helyiség egy testépítő számára, ugyanis ha versenyezni szeretne, akkor itt dől el a verseny végeredménye. Tehát ez nem kérdéses, hogy mit eszik, mikor eszik, és hol készíti el, milyen minőségben. Ezek mind nagyon fontos tényezők egy versenyző számára. Mindenki azt hiszi, hogy a gyúráson van a lényeg, nagyon-nagyon fontos a tréning, de a táplálkozás, azt mondom, hogy 60-70% az, amiben simán eldönti, hogy ilyen verseny végtében eltene. Nem szórakozunk, hanem van. Nagy embernek nagy törlőpapír. Nagy embernek nagy törlőpapír. De jó képű húst sütöttem. Gurum tészta. Meg szoktam menni reggelire pár darab tojást, úgyhogy néha bevásárolok belőle. 150 darabot szoktam venni a kétre. Egy siófokra, edzőtáborozni. Aztán meghívtak, hogy legyek sztárolni. Menjek velük edzeni egy picit, úgyhogy ha úgy adódik lehetőségem, meg időm, akkor lemegyek hozzájuk pár napra. 16-an jönnek. És itt lesznek egy hetet. És tépítő. Aha. Van egy nagyon jó barátom, egy német srác, félig magyar, ő nehéz atléta volt, dobó atléta, és már személyi trénerként dolgozik Németországban, egy csomó olyan tanítványát hoznak, nagyon jó viszonyban vagyunk. Aztán szeretné, ha segítenék, tud egy kicsit ilyen kurzus jelleggel, bemutató jelleggel, elbeszélgetéses jelleggel, egy picikét ott csacsogni a vendégekkel. Szeretem ezeket, mert nekem is jó, tudod, feldob egy kicsit a lehetőség. Hát meg remélem, hogy nekik is jó, hát hogyha valami újat tanulnak. Van, aki arra büszke, hogy 16 csajburger tud megenni. Van, aki arra büszke, hogy minden nap kurkát eszik. Én nem tudom. Tehát én is ettem már össze-vissza mindenfélét. Tehát volt, hogy az anyagi lehetőségeim miatt is. Tehát megértem ezt a részét is, hogy nem mindenki tudja finanszírozni ezt a kaját, mert nem olcsó. De ha megteheti, tehát van lehetőség, akkor meg kell tenni, mert fölösleges szemetet enni, úgy sincs benne semmi. Most mit építesz be zsírt? De itt van ez a gyönyörű csirkehús, tele van proteinnel. Egy picit már más szemszögből nézem ezt az egészet, tehát ha lehet, még jó íze is lesz, de hogy mi van benne, az a lényeg.